Kedves nézőink, ismét egy stúdió beszélgetés következik. Nyugdíjba vonulás alkalmából beszélgettünk Kleinhans Teréziával. Köszönöm a stúdióban Kleinhans Teréziát, a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ vezetőjét, aki nem sokára visszavonul, nyugdíjba vonul. Kicsit puskáztam most itt az intézmény nevében, hogy annyi minden volt már ez az intézmény, amit ön vezet, legalábbis még egy rövid ideig, 28 év szolgálat után vonul nyugdíjba, úgy tudom, és azt hiszem mondhatom azt, hogy ez szolgálat volt ez a 28 év, hiszen ez a munka, amit ön végez, amit ön végzett, ez leginkább szolgálat. Nehéz munka. Nehéz munka, úgy gondolom. Hogyan telt ez a 28 év? Sok-sok mindennel, gondolom, rengeteg változással honnan indult? Ugye 28 évvel ezelőtt indultunk 4 főállással és 4 tanácsadó munkatársal, még igazából a feladat is kialakulatlan volt, jogszabály sem volt, csak mintaintézmények alakultak, és a nevünkben jelentkező változások jelezték, hogy ha új feladatot vettünk fel, azzal változott a név is. Bocsánat, egyébként nem olyan sok ez a név, voltunk családsegítő központ, családsegítés gondozási központ, térségi, stb. És most 2 éve szociális szolgáltató és gondozási központ, de én úgy gondolom, hogy a nevünk mindig kifejezte azt a tevékenységet, hogy ez egy szolgálat, hogy az igénybevevők érdekében vagyunk mi, és ez a feladatunk, hogy az ő igényeikre válaszoljunk. Hogyan bővült a tevékenységi körük, tehát mivel kezdődött, hogyan lett egyre több, mi minden tartozott és tartozik ide? Hát legelején csak családsegítéssel indultunk, és ahogy a pályázati lehetőségek és újabb feladatok adottak, számomra mindig is fontos volt az innováció, a fejlődés, az újítás, mert ha nem fejlődik egy intézmény, úgy gondolom egy bizonyos stagnálás után elindul a visszafejlődés. Tehát családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, aztán csatlakozott az étkeztetés, házi gondozás, egy nagyon picike idős otthon, nagyon picike idősek klubja, aztán az évek alatt ezek mind bővültek, más helyszínen alakultak, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt Ajkán a szociális háló, ez mondhatjuk példaértékűnek a megyei szinten is, de országosan is, hogy egy ilyen lakosság számú város ennyi minden intézményt meg tudott valósítani. És még ugye fel se soroltam mindent, az újabb idősek klubja, hajléktalan szálló is van, hát sok-sok előítélet övezi, de van és kell, hogy legyen, működik. Aztán jelzőrendszeres házi gondozás, támogató szolgálat is volt 10 évvel ezelőtt, és a méltó élet esélye otthona. Ezek csak a nagyobb léptékű dolgok, de emellett nagyon sok önsegítő csoport, különböző táborok. Én el se tudom mondani igazából, hogy a szociális munkanapját ünnepeltük, és ott előtte átgondoltam, hogy én majd egy összefoglalót készítek, és elmesélem, hogy mi mindent csináltunk a 28 év alatt, de letettem róla. Aki Ajkán él és dolg, az tudja, hogy ez a szociális háló, ez miből áll, és én igyekeztem mindig is a tájékoztatás, meg a különböző rendezvényeken is megjelenni, és elmondani, hogy mit csinálunk. Még a közbiztonság témakörébe is igyekeztünk, hogy az idősek ne áldozattá váljanak, hanem egymás segítve. A sok-sok nyugdíjas klubot is mesélhetném. Annyi minden volt az évek alatt igazából, hogy az ember ugye nyugdíj előtt átgondolja, hogy ő most, hogy mit is csináltam egész életemben, mármint a munkahelyen az életemben. Én azt hiszem, hogy én nyugodt szívvel megyek, mert én mindig, nekem a szolgálat volt az első, és ha én tőlem kértek valamit, nem állítom, hogy mindig tudtam teljesíteni, de az igyekezet meg volt bennem. Épp azon gondolkodtam, hogy önt hallgatom, hogy tulajdonképpen akkor önnek ezerféle szakmája van, ha ezt mind végig gondolom, hiszen nem csak intézményvezető, hanem gondolom menedzser, szociális gondozó, szervező, ápoló, bármi, tehát annyi minden ebbe kellett, hogy férjen ebbe a foglalkozásba. Hát ahogy én elkezdtem a pályámat itt ezen a munkahelyen, előtte szociális ágazatban dolgoztam az önkormányzatnak, még előtte Tímföldjárva ilyen munkásellátási osztályom. Igen, én azt mondhatom, hogy az utóbbi 4 évben nem tanulok. Én végig a pályám során én mindig is tanultam. Az Állami Igazgatási Főiskola azt gondolom, vagy úgy érzem, megadta nekem az alapot, hogy
Végülis ott szervezés elméletet, mindenfélét tanultunk alapszinten, és utána jöttek szociális képzések, a legvégén a szociális szakvizsga, meg a különböző tanfolyamok, hogy másoknak tudjak segíteni. Ez fontos volt, hogy én nem csak önképzéssel, hanem szervezett tanfolyamokon is, és nem csak a kötelező továbbképzésen, hanem a mediációtól kezdve mindenféle tanfolyamot végigcsináltam. Én ezen gondolkodtam, ez is elég ritka, azt gondolom, hogy 28 év gyakorlatilag a rendszerváltás előtt elkezdtek működni, és azóta ez az intézmény nemhogy fennáll, hanem egyre bővül, egyre nagyobb, egyre szélesebb körül lesz, de gondolom rengeteg változás szervezési munkával járt. Hát ez így igaz. Én ugye azt hosszú ideje itt vagyok. Mikor ugye összeadtam az éveket, te jó Isten, mondom, ilyen sokáig nem is szabadna egy helyen dolgozni. Én kétszer pályáztam meg az állásomat. Tehát nem ülhettem úgymond a fotelba és vártam a sült galambot, hanem szóval igyekeztem tenni, és ismétlem, hogy az innováció az nekem fontos volt, hogy tényleg fejlődjünk, és folyamatosan figyeltem a pályázatokat. Ugye itt voltak váltások, a politika néha beleszólt az életünkbe, de azt gondolom, hogy azért voltak támogatóink, és elmondhatom, az utóbbi 10 évben azért egy kicsit meglendült ez a fejlődés, aminek nagyon tudok örülni. A jelenlegi főnököm sokat tett egyébként ez ügyben. Vezetőként mennyire volt közvetlen kapcsolat a gondozottakkal, családokkal, esetleg hajléktalanokkal? Én nekem mindig fontos volt a közvetlen kapcsolat, én mindig nyitott is voltam, és nem csak kimentem az intézményekbe, bárki bejöhetett hozzám. A mai nap vannak hajléktalanok, akik eljönnek még ide, és elmondják a gondjaikat, kiabálnak velem adott esetben, de én ezt nem bánom, mert szóval így látom, hogy őnek mi a napi gondjaik, és hát igyekszem segíteni, ahogy tudok. Szóval mi pszichológusnak is kell lenni valamennyire? Hát nem, azt azért nem. Szociális munkások vagyunk, mi szociális. Persze fontos, hogy az emberek viselkedését egy kicsit átlássuk, és hát tudjunk neki válaszolni. Egyébként ezt én a bizalom jeleként élem meg, mert hogyha nem bízna abba, hogy én elintézem, akkor nem is jönne oda. Tehát azért mert én igyekszem pozitívan. Elég nagy lelki erő kell, azt gondolom, ehhez mindenféle. Azt szoktam mondani, hogy mi ezt választottuk hivatásul, mert ugye nem egy szakma elhangzott, ez a mi hivatásunk, és ha nem tudunk ennek megfelelni, akkor nem jó helyen vagyunk. Tehát mi ezt választottuk is ezt. Nem mondom, hogy könnyű, sok-sok álmatlan éjszaka van mögöttem, de azt ugye elfelejtjük. És igazából, ha azt nézzük, kudarcok nem nagyon voltak az én. Voltak ilyen apró dolgok, de amit nem lehet megoldani, olyan hála Isten kevés volt. Azon gondolkodtam, hogy azért valóban kell lelki erő ez a munkához. Milyen a fluktuáció a munkatársai körében? Tehát ők mennyire tudják ezt felvenni, ezt a folyamatot, ezt a pörgést? Van-e olyan, aki azt mondja, hogy én ezt nem bírom tovább? Van fluktuáció, igen. A szociális ágazat ugye a leginkább alul fizetett réteg, ez nyilvános, ezt mindenki tudja. Tehát aki hozzánk jön, annak tényleg elhivatottnak kell lennie. Van változás, igen. Például egy idősek otthonában mi elvárjuk nem csak a fizikai ellátását az idősnek, hanem mentálisan is hozzá kell állni. Tehát ott nem lehet leülni, ott egész nap foglalkozni kell az idősekkel. Fel kell öltözni, el kell kísérni az ebédlőbe, és megy a foglalkoztatás, az ebéd, és így tovább. Tehát aki ezt nem tudja felvenni, ezt a fajta hozzáállást, azok elmennek tőlünk. Tehát van fluktuáció, igen. De aki van, ők az nagyon jó csapat van nálunk egyébként, ügyesek a kolléganők. Néha van egy kis, hogy mondjam, elégedetlenség, de hát a fizetésen mi nem tudunk változtatni. Igen, és erre szerettem most rákérdezni a szociális ágazat mostani helyzetét országos szinten. Ön hogy látja, alulfizetettek ez tény? Ezen kívül a személyi tárgyi feltételek, illetve egyáltalán az állami hozzáállás, támogatás milyen jelenleg? Hát az állami normatívák nem túl jók egyébként, az önkormányzatnak ki kell pótolnia. De azt gondolom, a mi intézményünknek nagy szerencséje, hogy a képviselőtestület és a polgármesterünk pozitívan áll hozzá.
tehát ő adja a hiányzó összegeket. Egyébként a munkatársaknál meg én azt látom gondnak, hogy a képzésben van egy nagy törés, az egészségügyi képzések ugye leépültek, és a szociális gondozó ápoló képzés lépett a helyébe, és a jogszabályunk nem fogadja el az egészségügyi képzést, tehát nagyon-nagyon, hogy mondjam, szelektál. És van akár szociális gondozó ápoló képzés, de az utánpótlással ettől függetlenül időnként gondba vagyunk. Baj van. De most már vannak netes képzések is, sokan elvégezték, és igazából azt tapasztaljuk, hogy az újonnan munkába állókat meg kell tanítani dolgozni. És én mindig is azt vallottam, hogy ha úgy állunk hozzá egy munkatárshoz, egy újhoz, hogy ő képes és meg fogja tudni csinálni, és veszük a fáradtságot, hogy megtanítjuk, az mindig meghozza a hozadékát. Egy ilyen pörgős, hogy mondjam, sokrétű tevékenység, sokrétű munka után nem sokára elmegy nyugdíjba. Nem tudom elképzelni azt, hogy ne folytasson valamiféle nagyon aktív tevékenységet. Vannak tervei? Vannak. Én egy munkamániás nő vagyok. Ma igyekeztem leadni belőle. Jó sejtettem. Belőle. Igyekeztem leadni belőle. És igen, ambivalens bennem ez az érzés, hogy mi lesz, ha én nyugdíjas leszek. De aztán úgy számba vettem, hogy van én nekem családom, unokáim, önkéntes munkát fogok végezni, napi 3-4 órában gondoltam maximum. Van egy egyesület, az időskorak gondozásáért alapítványban tovább fogok dolgozni. Hát még az ilyen magánjellegű dolgaimat nagyon szeretek utazni, úszni, hetente egyszer el tudok jutni. Én már úgy várom, hogy az uszoda elkészüljön, és akkor ide is többet tudok menni. Azt mindenki várja. Nem fogok unatkozni, úgy gondolom. Az olvasást, ilyen apróságokat még nem is említettem. Hát ehhez akkor nagyon jó egészséget kívánok továbbiakban, és köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen én is.